Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk egy újabb House Flipper részhez. És kivételesen nem ott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk, ugyanis most ebben a House Flipper részben egy új DLC-t fogunk megnézni. És ez a DLC nem más, mint a HGTV DLC a House Flippernek. Itt láthatjátok, hogy azért eléggé sok DLC van már. Nem tudom, hogy mikor fogjátok ezt a videót látni, de valószínű addigra már kint lesz a House Flipper Pets, úgyhogy biztos, hogy lesz majd róla is videó. Viszont mivel elég is sok mindent csinálunk így alapjába véve a House Flipperben, arra gondoltam, hogy akkor csinálok ilyen különálló részeket is. Ami azt jelenti, hogy a fő munkát kicsit félrerakjuk ezekbe a részekbe, és mással foglalkozunk, és akkor nem azzal, amit alapból ugye elkezdtünk, és akkor megnézzük ezeket a DLC-ket, úgyhogy ez itt most a HGTV DLC. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, mert nem tudom, hogy milyen. Nézzük, milyen új dolgok lettek elérhetőek a HGTV DLC-vel. Új megvásárolt házak, térkép új munkákkal, galéria előtte utána fotókkal, nem mondod, új tárgyak, úristen, ez nekem nagyon tetszik, úgyhogy mindenféleképpen meg kell néznünk ennek a DLC-nek a világát. Portfólió, teljesíts egy munkát, vagy adj el egy házat, hogy legyenek róla fotóid, nem mondod, hogy most már lehet ilyeneket csinálni. Ú, na jó, ez nagyon tetszik, ezt majd akkor meg fogjuk csinálni. Most viszont munkatérkép, igen, itt ugye a Luxury Flipper, ezzel már játszottunk, és majd még fogunk is játszani, mert van még pár pálya, amit nem csináltunk meg. De viszont most HGTV! Üdvözöllek, Sunset Baby! Nagyon örülök, hogy üdvözölhetlek téged a gyönyörű Sunset Bay városában. Engel Gréta vagyok, családoknak segítek álmaik házának megtalálásában. Legtöbben sok felújítás... szevasz! És itt van szükségünk a te segítségedre, a nevem Jordan Oliver, Grétával együtt segítünk a családoknak, hogy megtaláljuk az otthonunkat Sunset Bay-ben. Az első ház, amit felújításra szorul, már meg is található a térképeden. Egy csepecs fejetek, Oliver, Greta, vagy kezisten, én megcsinálom itt a dolgokat. Na nézzük, ez az első ház, ez olyan nyaralónak tűnik. Munka új kezdet. John és Nicole ebben a cölöp házban szeretnének élni. Segítségre van szükségük a kitakarításhoz és berendezéshez. Büdzsé, választások, szobák. Na, amúgy tök jó egyébként. Látjátok itt ez a kis hely? Hát amúgy akkor ez ilyen nyaraló övezetnek tűnik. Vagy hát így ilyen kis tengerpartocska. Szóval itt egy jó kis nyaralót kéne nekünk is venni. Úgyhogy fogadjuk el ezt a munkát, és akkor nézzük meg. Oh, jó. Hogyha a képen is ilyen lesz, akkor én tuti valami ilyen házat fogok venni. Ja, és amúgy hozzátenném, tudom, hogy ez most egy külön rész a House Flippernél, de meg szeretném köszönni, hogy több mint 1000 kommentet írtatok az előző videó alá, mert írtátok, hogy milyen fajta legyen a kertversenynél a kert, illetve hogy eladjam el, vagy ne adjam el a házat, amit bemutattam nektek. Nagyon cukik vagytok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, majd azt mindenféleképpen folytatni fogjuk tovább. Üdvözöllek, habba zsöbele be! Jó, szobák elrendezéséhez döntéseket kell hoznod majd. Hát jó, megpróbálunk. A ház alatt található szerszámtároló különösen problémás. Addig nincs semmi probléma, Greta, amíg én itt vagyok. Kicsi a ház, lenyűgöző a kilátás. Oké, na nézd! Büdzsé a munkához! Büdzsé, rendelkeznek egy olyan összeg, amit a családházuk feljutására szeretne költeni, a feljutására ne lépd át ezt az összeget. Jó, akkor a büdzsét ugye nem szabad túllépni. Hát nem hiszem, hogy túl fogjuk lépni, igyekszünk majd, de várjátok, nézzük már meg, mi ez. Ú, nekem ez nagyon tetszik, ez a ház stílus. Azért szeretem ezeket a DLC-ket, mert egyre több új ház van, és én szeretnék majd magamnak venni egyet. Meg ugye én szoktam, tudjátok, néha játszani videón kívül is, szóval ezért van ugye ennyi pénzem. Én nekem nagyon tetszik az a House Flipperben, hogy tényleg megvehetem, felújíthatom, mint a Sims-be, én imádok építeni, és utána eladhatom. Nagyon jó. Oké, akkor kezdjük szerintem itt a lenti résszel, itt takarítsuk ki, a szemetet rakjuk el. Ja, itt nem látok semmit, akkor nézzük a benti kis részt itt. Halló? Ez micsoda? Ez mi? Mit csináljunk ez a szobával? Sauna és fürdőszoba legyen. Egy tengeri fürdőzés után a sauna egyszerű dolog. Ezt mondja a Csajci, viszont a Chávez. Csak takarítsuk ki, ez nagyon hasznos raktár. Alkalmas egy kis műhelynek, illetve egy szék még jó lenne. No.
Várjatok, akkor ezt értette annak a játék, hogy fontos döntéseket kell hoznom, ami azt jelenti, hogy most akkor mérlegelnem kell. Takarítsuk ki, nagyon hasznos raktár, alkalmas kis műhelynek. A bücsét nem léphetem túl, úgyhogy valószínű a szauna és fürdőszoba az drága lenne. Úgyhogy én is azt mondom, amit... Hogy most vagyok? Most nézem! Olivernek olcsóbb lesz a megoldása. Azért választottam az Oliver megoldását, mert ez olcsóbb lenne. És akkor így van lehetőség arra, hogy a büdzsének a nagyobb részét a fönti emeletre költsük. Nem adhatom el őket? Erköstelen. Jó, mamma. Akkor itt igazából már csak takarítani kell. Jó, van már, megcsinálom, nyugi. Szépen el is rendezem majd utána őket. Most ide, miért ide most, minek akarjak én ide egy ilyen szaunás fürdőszobát, vagy mit tudom én mit, hogy mikor itt van a tengerpart is, telibe lefutom. Szóval, hogy én utána nem akarok még szaunába ülni, meg ilyenek, az már nagyon luxus lenne. Forgószék, flipper, fúró, brási kerek szemetes. Oké, érdekes dolgok vannak itt, de akkor ezeket már szépen azért elhelyezem. Hogy ne ilyen össze-vissza legyen minden. Na, akkor ide kell nekünk egy forgó szék. Ú, legyen ilyen menő zöld. Adom. Húha, hova rakjuk? Hát itt telibe fogja az ajtó csukni. Vagy mi? Értitek, nem baj. Há! Jó lesz majd itt tizé valaki jön, és akkor... Oliver! Ja? Arra nyílik az ajtó, akkor semmi, oké. Okay. Flipperfúró! Olyan flipperfúrót adok én neked, tesokám. És ez egy szemetes. Oké. Okay. Fuk! Szerintem akkor... Így. Voilà! Miért nem működik? Működik. Csak béna voltam. Na jó. Oksi. Akkor azt hiszem, itt lent meg is volnánk. Eléggé gyors voltam. Megjöttem! Hűha. Amúgy itt nincs is olyan nagy kupi. Itt úgy tűnik nem kell csinálni semmit. Jó. Na, itt már más a tészta. Húha, itt is fontos döntések vannak, várjatok, fontos... Ja, itt a bejárat, én miért mentem a hát? Jó van, oké. Okay. Ezt takarítsuk már el, miatt még föntés. Fontos dolgokat hozunk. Kíváncsiak, mi lesz itt a fontos döntés. Válasszunk. Okosan. Na, Ebből a nappaliból nagyon hiányzik valami tévé, nélküle üres a szoba. Kellene hozzá egy kis dekoráció, szőnyeg és néhány szobanövény. Határozottan egy kandallót, egy hatalmas sarokkandallót, modern karaktert az a szobának, és az estéket még kellemesebbé tudja tenni. Jó, amúgy én támogatom Olivier ötletét, de nagyon morcos már a csajszi, mert előzőleg is nem kapta meg a szaunát, úgyhogy legyen a tévé. Legyen Grétájé. Ne legyünk igazságtalanok, tudjátok, fontos, fontos. Fúj, mi ez a csúnyaság, ezt el lehet adni? Oké, okay, köszi. Ezt nem, ezt se, ezeket se lehet eladni. Nem lehet ezeket eladni? Ilyen gagyi konyha marad? Ne idegesíts! Jó, akkor ezt legalább meg tudjuk változtatni. Ezt is eladjuk. Jó. Először tisztítsuk meg az ablakokat, majd utána berendezkedünk. Szóval ezt ablakokat szerettek, látta? Ú, amúgy nagyon jól néz ki, hogy ilyen tengerre néző basszus. Nagyon adom. Oké, ez tiszta. Ó, úgy tűnik mindegyik tiszta. Ó, várjatok. Valami hiányzik. Hol az a kosz? A térkép szerint. A térkép szerint valahol itt van valami kosz. Á, megvan! Megvan, megtaláltam. Király! Ez ki is van itt pingálva. Akkor már csak meg kell venni itt a dolgokat. TV sarokszekrény. Na. Aha. Itt egy jó kis sarokszekrény. Na, ez hova? Ide? Mit szóltok? Vagy ide? Ide, nem? Aha. Júj. Ez hogy kell? Á, megvan! Oké. Okay. Amúgy itt ülünk. Akkor lehet, hogy inkább oda kéne rakni? Mert hogy itt nem fogunk rendesen látni. Én megnézem, hogy néz neki ezen az oldalon. Gyertel ide, fér. Á, nem. Úgyhogy maradjál szépen ott, ahol vagy. Akkor rakjunk le egy tie-weight. Lehetőleg erre.
Király, bekapcsol. Jó, de jó. Na jó, nagyon adom. Atom csillár, no. Egy jó kis csillár, egy. Mennyi kell? Kettő? Igen. Akkor mondjuk ide még egyet. Egy kicsit rakjuk inkább odét, meggondoltam magam, mert túl sötét lesz erre fele. Így, jó lesz. És lámpa? Ez mióta lámpa? Aglegény... Pálm! Én lámpát olvastam, jól van. Na szóval akkor... növényeket szépen rakjuk le. Imádom a növényeket. Oké. És már csak egy szőnyeg, kettő, bocsánat, két szőnyeg hiányzik. Rakjunk egyet ide. Így. És egyet ide. Voilà! Oké. Itt amúgy igazából készen is vagyunk, nézd meg a fürdőt amúgy, hogy néz ki. Jó, a fürdő eléggé jól néz ki, úgyhogy itt nem kellett csinálni szerencsére semmit. Menjünk is ki. Hát ez nagyon jó. Egy kis egyszerű kis munka volt, szóval akkor nem kell a kertet megcsinálni. Oké, thank you! Befejeztem a munka 100%-át. Good job, good job. Itt az előtte utána fotóm. Na jó, ez nagyon tetszik ebbe az új újításba, ebbe a DLC-ből, ugye van ilyen előtte-utána, mert ez jó. Referencia. Hát igen, a kert annyira nem változott meg, nem baj. Fotók ment is a portfóliódba. Thank you! Új házak vásárolhatóak, teljesíts munkákat, hogy megvásárolhass a felültött házakat, nézd meg a laptopodon, így elérhető, hogy váltak a házak. Jó! Na, menjünk még egy munkára. Nézzük, mik vannak itt még. Milyen feladatot teljesítsünk. Férfi munka! Ed kedvezményes áron vette meg ezt a házat, segítségre van szüksége az előző tulajok által kezdett felújítás befejezéséhez. Nem tudok olvasni, hát jó van akkor. Egy cseppet se félj, amíg engem látsz. Ha megint ti vagytok? A pár, aki eladta neki, a ház felújítása során elvált, ezért néhány bútor teljesen új. Sajnos, hogy a felújítás során lenni szokott, elég nagy a rendetlenség a házban. Elég nagy rendetlenség maradt a házban, tudom, hogy nem tudok olvasni. Ed azon gondolkodik, hogy mely jelenlegi megoldásokat fejezze be, és melyeket alakítsa a saját ízléséhez. Egy dolgot azonban biztos, kényelmes dolgozószobát szeretne. Sok szerencsét, Greta és Oliver. Oké, köszönöm szépen! Kezdjük azzal, hogy eltakarítjuk itt a szép kis szemetet. Úgy tűnik, itt megint nem kell foglalkozni a kerttel. Degesít. Hello! Huha! Uha! Itt aztán van szem, hogy halljátok, ez nagyon tetszik, úristen, nem fog tudni választani házakat. Minden házat megveszek és kész. Jó, de jó, nagyon otthon. Mindjárt választunk. Csak először eltakarítom itt a dolgokat. Jó, akkor nagy döntések előtt állunk. Mit csináljunk a nappaliban lévő bútorokkal? Greta azt javasolja, hogy bőrbútorok nagyon stílusosak, tartsuk meg őket, egészítsük ki hasonló stílusú bútorokkal, viszont Oliver azt mondja, hogy modern anyagok és kiegészítők jobban illeszkednek a konyha bútorhoz. Én megint Oliverrel értek egyet, hogy most jövök, hogy bocsi Greta, de azért, mert hogy a konyhát tényleg, hogyha láttátok, akkor sokkal modernebb, mint azok a stílusú bútorok, amik alapból ott vannak. Ez sokkal modernebb, úgyhogy ezeket azért nem tartanám meg, el is tudom akkor őket adni, igaz? Király. Higgyétek el, Olivernek jó az ízlése, valahogy Gretával nem értek mindig egyet, de nem baj. Na, akkor. Fal módosítása? Szoba kifestése acél szürke. Jesszusom, mennyit kell festeni. Porcelán csempe és acél szürke. Ezeket kell. Akkor. Fal burkolása mozaik világos szürke porcelán. Azt mindenképpen a konyhánál fogjuk megcsinálni. De le is rakom, milyen jól néz ki. Nem tudom mennyit kell, most satsz per kb, büdzséből még bőven van, és én nem félek annyira, hogy kifogyunk. Nagyon tetszik. Végig rakom így a konyhát, át megérte a modern dolgokat választani. Szerintem sokkal jobb áron el is fogjuk tudni adni. Ez is egy évezred amúgy, mire megcsinálod, tényleg. Aha! Opa! Oké. Úgy tűnik, be is fejeztük, úgyhogy ezt itt még gyors megcsináljuk.
ennyi elég is volt, 15 darab csempe kellett, számoltam egy picit magam, egy picit nagyon, ezeket gyorsan adjuk is el szépen, és most következik a festék. Nézzük, kíváncsi leszek. Puk! Így. Bam, 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 bam! Uaj, de szép! Nekem egy kicsit amúgy sötét, de illik egyébként a modern konyhához. Az a legbosszantóbb ebbe az egészben, nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy ki játszik veled, hogy itt egyesével kell aprólékosan befesteni, viszont amikor a tetőt akarod befesteni, akkor elég csak egy gombnyomás, és az egész tetőt befestetted. És így hol a logika? Itt is megcsinálhatták volna, és akkor nem tökölnénk ennyit. Amúgy... visszaszívom, lehet, hogy nem is annyira sötét, csak azért látom ilyen sötétnek, mert nincs világítás. Úgyhogy lehet, hogy amúgy pont jó. Ó, el is fogyott az egyik állásunk. Még jó, hogy vettünk még egyet. Szerintem bőven elég is lesz. Nekem amúgy alapjába véve is ez a ház felépítés valóságban is nagyon tetszik. Nagyon sok ház ilyen praktikusan megvan oldva, és nagyon jó amúgy. Jó nagy a tér a konyha-nappali együtt. Szupi! Le is festettük. Meg is volnánk mindjárt. Utolsó simítassek. Ó, olala! Oké, akkor ezt adjuk el szépen. A következő padló burkolás. Nézzük. Milyen legyen a padló? Ilyen jó csúnya. Nem baj, nem az enyém lesz. Az egészet kell gondolom. Pok! Fúj, hogy ronthatják el egy ilyennel. Nem baj. Szupika. Így. Kész is, igaz? Oh! Na! Oké. Ezzel meg is volnánk. Akkor. Maru sötét jobboldali sarok kanapé. Ú, mindenféleképpen ilyet kell vennünk. Jó kis szürkét. Akkor az legyen... Hű, hát legyen akkor itt, nem? Így. Oké. Óriási faasztal. Ez is legyen ilyen szürke. Uff. Hát itt van hely bőven. Várjatok. Ezt odébb kell raknom. Mondjuk ide rakom a falhoz. Székek kellenek. Legyen akkor ez is szürke. Lehet inkább világosabb. Jobban néz ki. 6 darab. 1, 2, 3. Minek 6 darab? Sötét, magas, könyves szekrény. Ez így lehetne ilyen elválasztó. Ez tök menőn néz neki. Vagy ne? Szűkíti a teret? Legyen inkább így falnál? Cukiba? Jó, megbeszéltük. Fa kávézó asztal. Ajajajajajaj. El fogunk itt egyáltalán férni? Akkor ezt hova rakod? Aha. Így. Megvan, megvan, kilogikázom. Szőnyeg. Az legyen itt a konyhánál szerintem. Vagy itt a folyosónál. Ez jól néz ki. Szürke őrület kép. Az amúgy simán lehet itt is. Havas megkönnyebbülés. Ez meg mondjuk legyen itt. Jól néznek ki ezek a festmények. Úgy tűnik ezek újak. Téglalap szőnyeg kockás. Akkor mindenképp egyet ide rakunk. Stílusosan. Így. Hova rakjunk még egyet? Végül is. Kicsit furán fog kinézni, de hát most hova rakjam? Kész! Tadá! Na nézzük, ez melyik? Ez a konyha. Konyha. Fürdőszoba. Oké. Okay. Itt megint nem kell szintén csinálni semmit. Jaj, akkor itt mi van? Úristen, hagyd ezt ki az ágy. Jó, de jó, hogy ezt el lehet távolítani. De jó ég. Na, megijedtem. Ezt el lehet? Nem, nem lehet. Oké, akkor. Keskeny, hosszú függöny. Az mi megy ide?
összeszereljük. Fehér, az jó. Becsavarjuk. Föl... ez milyen jól néz ki. Akkor ide pedig egy... széles hosszú... micsoda? Ezt elrontottuk. Ezt nem ide kell rakni. Pont, hogy fordítva. Így, a keskeny megy ide. Bár ilyen picire amúgy nem értem, hogy mit kell. De nem baj, ez nem az én dolgom, én a büdzséből dolgozom. Orion fiús ágy. Hát a Cyclamen színű után ez egy instant nagy fordulat. Szépen rakjuk már le. Na! Nem tudom lerakni rendesen. Ne idegesítsetek már. De most kajak? Nem teszem üzemet. Hát ez hihetetlen. Nem fér oda! Na, tök jó! Jó, ebben a szobában meg is volnánk. Itt van még egy... itt. Aha! Ez lesz akkor a dolgozó szoba. Nézzük akkor, milyen választási lehetőségeink vannak. A korábbi tulajdonosok nagy, elegáns íróasztalt hagytak itt. Mit tegyünk vele? Greta azt javasolja, hogy tartsuk meg ezt is. Ez a ház történetének egy darabja. Egy csillárral együtt egy karakteres dolgozó szobát kapunk. Viszont Olivernek pedig az a vélemény, hogy túl nagy a szobához képest, cseréljük le egy kisebbre, ami jobban elfér itt. Fú, hát az a bajom, hogy igazságtalan így a játék, mert fogalmam sincs egyébként tényleg, hogy mekkora. Szóval itt vagy ez, vagy az, itt nincs visszaút. Úgyhogy én azt mondom, hogy én azt mondom, hogy tartsuk meg, és a Grétára szavazzunk, mert mégis tök egyedi lehet ez a bútor. Aha. Jó, csúnya. Nem baj, nem baj. Azt hittem, hogy csak az íróasztal. Hello. Nem tudtam, hogy ez a csúnyézés. Nem baj. Ikonikus darab. Olivernek basszus, miért van mindig igaza? Miért van az, hogy Olivernek van mindig igaza ebbe a házfelújítós dekorációs játékba? Ez mi? Hello. Pisik aki? Ez mi is? A fal lebontása. Fal lebontása? Melyik? Melyik? Ezt? Hát csá! Le is bontjuk szépen. Nesze! Milyen munkabefejezés? Rejtett pince! Dam, dam, dam! A gardrób falának lebontása egy titkos lépcsőt fedett fel. Oh my god! Az előző tulajdonos megemlítette, hogy a nagyapja könyvelő volt, és rengeteg dokumentuma volt neki. Úgy tűnik, hogy a pincében tartotta őket. Egy új szobát tudunk berendezni, csak előbb ki kell dobni ezeket a dobozokat. Hát lassan már átmegyünk ilyen horror DLC-kbe, úgy adnám, valami jó kis horroros is lenne. Milyen menő már, én azokat a dokumentumokat el akarom olvasni, hát ki tudja, hogy mik vannak ott, na. Very, very, xy. Oké. Okay. Meg jobban néz ki ez a pince, mint itt ez a felső rész. Na, várjatok, először menjünk sorba. Sorba? Villanykörtét el kell távolítanunk. Sluk. És akkor nézzük. Szép kis csillár. Úristen, mi ez a nagy csillár? Jézusom. Asztali lámpa. Hova még, amikor itt egy ekkora csillár? És akkor legyen mondjuk, legyen ilyen vörös. Illik a szobám. Ne, mégsem. Meggondoltam magam, legyen világos. Hát ez sokkal jobb. Jó ez, most mi bajotok van? Ne olyan csúnya. Ezzel nincs is több dolgunk, nézzük a büdzsét azért, figyeljünk folyamatosan, óvatosan, nehogy túlmenjünk a határokon. Na itt akkor szippancsunk föl pár jó kis szaftos dokumentumot, kíváncsi vagyok. Fel tudom itt kapcsolni? Aha. Akkor itt ki kell takarítani. Itt kell bármit is? Ja, itt is be kell rendezni, ajaj. Nyom, 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 nyom. Mit lehet aladni? Ezt el lehet, ezt el lehet. Ezt persze, hogy nem lehet. Ez se. Ez se lehet. Ó, király. Ezt el lehet. Ú, ezt is el lehet. Ezt is tő. Nem szeretik. Ja, azt hittem, hogy lehet, mert hogy na. Jó. Burkoljuk be a padlót. Én amúgy nagyon adnék egy ilyen titkos pincét, ahol tudjátok, bulisztok a spanokkal, meg minden. Tök menő lehet. Király, ez nagyon szép padlóválasztás. Ilyen volt. Csillárracska.
Mik ezek az undorító csillárok amúgy? Hogy néz ki? Billiárd asztal. Na, mi az a luxus? El se fér. Benne vagyunk még a budgetbe. Nyugi. Engem nem estünk ki belőle. Csocsó asztal hova? Nézd már. Várjatok. El kell rendezni ezt szépen. Hát hogy néz ez itt így ki? Először is ott biliárdoznak. Jó. Itt csocsózhatnak. Ezt ide rakom. Ajaj, túl nagy. Ó, várjatok. Hát így mennyivel nagyobb lesz a hely? Nézzétek már milyen helyet rittyentettem ide. Ha fullos lett. Oké, akkor itt végeztünk is. Nézzük meg, hogy van-e még valami, amit nem csináltunk meg. Ez kész. Itt is készen vagyunk. Úgy tűnik, mindenhol készen vagyunk. Egyedül a kertet nem csináltuk meg, és úgy tűnik, igen, van hátsó kert is, úgyhogy nem fogok én porszívózni, bocsika. Porszívózni? Azt! Akkor meg is vagyunk ezzel. Tökéletesen teljesítettük munka 100%-át. Nézzük a fotókat. Ó, hát mennyire letisztult lett? Ez nem változott olyan sokat, de szerintem ez is jól néz ki. Na ez! Ez őké. És ezzel be is fejezném ezt a részt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek velem ezt a DLC-t. Szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Rengeteg sok új dolog van benne, úgyhogy amikor munkát szeretnénk keresni, pénzkeresési lehetőség, akkor ott van ez a kis sziget, vagy város, és oda is tudunk menni dolgozni, nem csak a luxuriba. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek. Ha nektek is tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel további tartalmakért, aztán majd akkor a következő House Slipper részben folytatjuk ott, ahol végül abba hagytuk a nagy munkákat, meg majd akkor külön kis DLC részeket is készítünk. Sziasztok!